A német diákok koncertjével kezdődött a művészeti este a kaposvári iskola tornatermében. A dortmundi iskola központtal már több évtizede szoros az együttműködés. A kapcsolat 1999-ben indult, közel negyed évszázada. Szeretnék köszönetet mondani a korábbi és jelenlegi német és magyar szervező kollégáknak, illetve a fenntartónak a cserekapcsolat támogatásáért. Sok munka kellett ahhoz, hogy ez a kapcsolat működjön. A koronavírus járvány miatt az elmúlt években elmaradtak a személyes találkozások, pedig ezen alkalmak mind a gyerekek, mind a pedagógusok számára fontosak voltak. Nagyon fontosnak tartjuk a nyelvoktatást az iskolában, és nagyon jó, hogy nem csak a tanórákon, hanem így egyébként is van lehetőségük a gyerekeknek, hogy a nyelvvel foglalkozzanak, megismerkedjenek, megismerjenek más kultúrákat, kapcsolatokat tudjanak teremteni. Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében a közösségek fontosságáról beszélt. Nagyon fontos, hogy a régi kapcsolatokat fölelevenítsük, újraindítsuk, és közösségi rendezvényeket hozzunk létre a lehető legnagyobb számban. A német testvériskola diákjai a Somogyi vármegye székhelyen kívül a Zselic szépségeit is felfedezhették, valamint Pécsre és Budapestre is kirándultak.